Sziasztok, üdvözlök mindenkit Verét a csatornámon, én Petra vagyok, és a mai napon elhoztam nektek a Barbie kihívás következő részét, úgyhogy folytassuk is. Oké, Abby, menjünk szépen WC-re. Nem is figyeltem, hogy jó helyen van-e a fejem. Jó helyen van a fejem, jó. Oké. Elég régóta nem volt fészkem, amit már nagyon hiányoltam. Úgyhogy úgy gondoltam, hogy most mindenféleképpen szeretném. Tehát ugye az előző részben felnőtt Odette, és nem tudom, mi ez a ruha rajta. Ez melyik ruhája? Jobbá, nem cheatseket akartam, a dresser, change outfit. Melyik ruha az, ami nem tetszik? A franc se tudja. Na mindegy. Szóval az előző részben felnőtt Odette, és az érzékenysége még mindig borzalmasan rossz az egeremnek, és nem értem, hogy miért. Mai napig nem értem. Valamelyikőtök azt írta egyébként, hogy Erik, legyen meleg. Na most ez nem lenne rossz ötlet. Szívesen meleggé teszem, tehát nincsen vele semmi bajom. Jó ötletnek tartom, de Erikkel nagyon nem is igazán akarok foglalkozni. Sőt, hogy őszinte legyek, Odettel se nagyon szeretnék foglalkozni, mert Odettnek majd meg lesz a külön kis sorozata, szóval nem igazán szeretnék nagyon foglalkozni vele. Lehet, hogy Odette sorozata egyébként egy kicsikét ilyen, tudjátok, ez a, amiket szoktam néha csinálni, ilyen kisebb sorozatok lesznek. Illetve valamelyikőtök egyébként írta, hogy a Dominiknak az állása lehet, hogy nagyon nehéz lesz majd idővel, és akkor mindenféle követőt kell szerezni, mit tudjam én. Utána néztem, és ez a Teguru karrierbe nincs így, tehát nem. Majd két ágazatot lehet választani, az egyik az a videogaming valami csoda, nem tudom micsoda, a másik pedig a programozói. És én a programozóit fogom választani, de egyikbe se kell nagyon túl sok mindent csinálni. Oké, tehát még csak most fedeztük fel, hogy terhesek vagyunk. Akkor jó, és semmi az égvilágon, semmi dolgunk nincs. Jó, esetleg Odette megcsinálná a házi feladatot, mert olyan kis jó kislány. Mi pedig nem tudom, mit keres itt, és miért van itt. Abby teljesen jól van. Megnézhetjük a kertet, hogy milyen a kert. Kell-e valamit csinálni vele? Nem igazán. És ez miért világít? Van egy világító fánk, gyerekek. És ez... Ó, ezt el tudjuk adni. Ez citrom. Water all. Oké, méhecskék. Collect honey. Elég sok mézünk van már egyébként, amiből ilyen méztortát, vagy mit lehet csinálni, azt hiszem. Miért van ez mindig bekapcsolva? Tehát ilyen méztortát lehet csinálni. Miért a békre megyek amúgy, amikor tudom, hogy a tortákat, igen, honey cake. Csináljunk egy ilyen mézes tortát. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz, és hogy fog ízleni a szimjeimnek. Odette közben meg is csinálta a házit, és ezt most jött el az a pillanat, amikor kidobom ezt a szart. És a helyére rakok mondjuk egy kandallót, vagy valamit. Nem rakok a helyére kandallót. Ja igen, végre valahára megvettem micsodát. Ezt így ide rakom. Teljesen jó lesz, rárakok valami szép virágot. Tehát megvettem a Realm of Magic-et. Végre. Már nagyon vártam, hogy megvehessem, és sikerült is megvennem. Igazából egyetlen egy oka van annak, amiért megvettem a Realm of Magic-et, mert annyira igazából nem érdekel. Ó, az szép, ezt ide rakhatjuk. Mert annyira nem igazán érdekel ez a varázslós dolog, ez nagyon nem az én asztalom. Én nagyon nem... Szeretem a filmeket, szeretem, de játszani velük így nagyon nem szeretek. Tehát az egy ok az az, hogy... Mi az az egy ok? Ja igen, a bútorok. Igen, a bútorok. Bútorok. Bútorok miatt vettem meg, mert nagyon szerettem volna a bútorokat. Milyen kis boldog a méz tortájával amúgy. És oda szépen lerakja. Szuper. Kóstoljuk meg? Kóstoljuk meg a méz tortát. Kíváncsi vagyok, hogy milyen. Abby valahogy nagyon szeret... kint ülni és kint enni, de hogyha már így kint vagyunk, akkor igazából Barbie is mehetne és vehetne egyel,
és mondjuk ide leülhetne, és akkor tudnánk csinálni egy tök jó képet, meg akár akkor Odett is. Bár addigra szerintem már mindenki más be fogja köbe fejezni a kajálást, igen. Ó, hát ez egy nagyon szép életkép egyébként, úgyhogy ezt így most lefényképezem. Oké, azt hiszem megvan a borítóképünk. No, hú, de szép a víz, ezt nem is figyeltem. Na, mit csináljunk? Hát Odett éhes, scout meetingen van, tehát meetingen van most Odett, úgyhogy most nincs itthon, work hard, és igen, utána vehet majd egy szeletet, és miután hazaért, elmehetnénk WC-re, aztán aludni. Erik pedig, nem tudom, Erik mikor nő fel egyébként? Már ideje lenne, 3 nap múlva nő föl. Dominiknek még azért van ideje. És Ken, ő pedig is hamarosan felnő, öreg lesz 1 nap múlva. Jó, akkor hiszen ma ünnepelünk. Mindig meg szoktam nézni amúgy Grandchildren. Oké. Select New Aspiration. Tehát ezt a 2-t kéne teljesítenünk. Have a chance, reach a door. Ja igen, ez a karrieres, és ez a, hogy legyen 4 unokája. Rendben, dolgozni fogunk az ügyön. Nagyon keményen dolgozunk rajta. Ken, mit keres ott lent? Ken, te gyere ide föl. Szórakozásra van sz... Ja, ez nem ő. Én most mi van? Nem tudok kattolni már. Oké, tehát te is egyél a mézes tortából, mert az finom. Barbie is elmehet lefeküdni, és Dominiknak szórakozásra lenne szüksége. Úgyhogy húzzunk egyet. Az lenne a legjobb egyébként, hogyha ikreink születnének, tehát nem tudom. Ó, de elő lettünk léptetve, azt most nézem. Dominic has been promoted to project manager. He will now take a... Jó, igazából semmi érdekes. Csak elő lett léptetve, de az jó, az nagyon jó. 5-ös szinten van már is. Használjuk a WC-t, és gondolom a programozást kell gyakorolni. És aha, följebb kell lépnünk a programozásban, úgyhogy program, practice programming. Te pedig menj vissza aludni, mert nincs nagyon mit csinálnod. A többi miak mind aludnak. Menjünk el Skipperrel? Menjünk el Skipperrel étterembe, miért ne? Skipper elhívott minket, és tök jó. Ez a cute valami pink restaurant, vagy valami, mi volt a neve? Nem tudom, cute pink restaurant? Talán ez. De szerintem ott már volt, mint hogyha lettünk volna valamelyik részben. Legalábbis arra emlékszem, hogy volt egy éttermes rész. Csak azt nem tudom, hogy ez ebben az étteremben volt, de ahova most megyünk. Még annyira nem is lényeg, csak így visszatérünk a gyökerekhez, vagy valami. Oké, visszajöttem, csak egy gyors telefont elintéztem, és most megint nem tudom, hogy hol tartottam. Ja igen, hogy eljöttünk ide, igen, itt már voltunk, ezt én már láttam, itt már voltunk, úgyhogy jöjjünk ide kajálni. Request table. Na, szerintem nagyon cuki kis, hát nem anyalánya, hanem testvér-testvér program, vagy testvér program. Remélem Skipper is jön azért. Aha. Here's your table, enjoy your meal. Ó, hát ez tök érdekes. Na jó, ne rajzolgassunk akkor szerintem. Hagyjuk a francba, hallod? Order for table inkább. Inkább rendeljünk valamit, ne rajzolgassunk. Na, mit rendeljünk? Szóval, legyen mondjuk ez itt a séf ajánlása? Jó, akkor legyen. Hát de nem hiszem, hogy ilyet kéne. Nem. Inkább nem. Rendeljünk egy ilyet Barbie-nak, és egy ilyet Skippernek. Gondolom én fizetem a kaját amúgy. Nem tudom. Main course, drink, main... Mindegyikből választhatunk egyet, vagy csak
Nem tudom. Válaszunk egy ilyet Barbie-nak, és egy ilyet Skipper-nek. Aha, csak ennyit tudunk választani szerintem. Na várj egy kicsit. Akkor lehet, hogy inkább valami ilyet kéne. Cheese pizza. Vulcano pasta. Neki ezt. Igen, és Skippernek meg legyen ez. Azt hittem, hogy többet lehet rendelni. Oké, okay, megrendeltük. Beszélgessünk közben. Nem tudunk közben beszélgetni? Ask about day. Mizu van veled? Ask about career. Találtál már valami munkát? Nem tudom. Ó, artista. Mert hogy művész. Skipper művész. Oké, abba hagyhatjuk már azt a rajzolást egyébként, mert lehet, hogy emiatt nem tudják nagyon hozni a rendelésünket. Anastasia Roberts. Ó, hát ő a hugunk. Jaj, de gyönyörű vagy. Istenem, ő Anastasia. Ő Stacy. A hugunk. Ó, és itt van a izé Grace is. Ó, Francie. Ő is a rokonunk. Ő is a rokonunk. Te terhes vagy? Hát persze, hogy terhes. Úristen. Tengata. Egy kislánnyal. Ó, hát ez egy ilyen családi találkozó. Oké, okay, ezt itt elrakjuk az inventoringba. Remélhetőleg igen, megkapjuk. Hát, családi vállalkozás lett az étteremből, vagy mi a franc? Itt van a rendelésünk. Nem tudom, hogy miért van itt Ken, de majd mindjárt elküldjük innen, mert ez most egy ilyen girls night out, nem pedig boys night out. Barbie nagyon magyaráz valamit. Te menjél szépen haza! Egyetek ám közben, légy szíves! Egyél! Na, köszönöm, végre eztek. Favorite author, ask about day. Azt nem tudom, hogy ha a kajáról lehet-e valahogy. Brighton day. Hey, Skipper! Hallod, csak úgy itt hagy. Nem is etted meg a kajádat. Eat and learn experimental food. Jó. Meg lehet tanulni? Vagy micsoda? Barbara has tasted the wonders, the complex. Meg tudjuk enni, vagy meg tudjuk csinálni, meg tudjuk főzni. Na, nem mondod. At home using their personal shave station. Nincsen olyanunk, de akár lehetne is. De jó. Nem is tudtam, hogy ilyen van. Ha. Te is terhes vagy. Jazzy! Ő is ők testvérek. Jazzy és Francie testvérek. És ő is terhes. És ő is egy lánybabával. Az igen. Oké. Okay. Bővül a család, nagyon bővül. Oké, okay, ezt a kaját is meg tudjuk csinálni. Jó. Szerintem menjünk haza. Ha milyen stílusos, azt nézitek? Nézitek, milyen stílusos? Az igen. Az nagyon. No, haza is érkeztünk. Dominikra kéne rákoncentrálnunk. Vuhúzzunk Abby-vel. Bros web. Nem, vuhúzás van. Mert hogy nem teljesítette azt, amit elvártam volna tőle. Hát persze, hogy nem. Abby pedig csak áldogál. Meg ki kéne takarítani. Nem tudom, ki tudjuk takarítani? Nem. Na mindegy. Oké. Okay. Hányadik trimester másodikban van? Mikor lesz a harmadikban? 17 óra múlva. Rendben.
Nincs alvás, nincs alvás, hanem te szépen felkelsz, és program, practice programming. Na, szuper, ő most gyakorolja a programozást, can, menjen használni a WC-t, aztán take a bath, aztán take a piss, és a Barbie-nak kéne ezt a titten megjavítania. Odette, nem tudom, hogy miért cserélték fel a szobáikat amúgy, de használja a WC-t, aztán menjen el venni egy fürdőt, csináljuk meg az extra házét, mert vasárnap van, és nincs jobb dolgunk. És Erik is megcsinálhatná a házit. Ez micsoda? Hot dogs. Oké. Mit csinálsz? Te miért jössz fel? Amúgy nem... Nem mész föl, hanem... Amíg kész nem vagy, addig gyakorlod a programozást. Ó, most komolyan, esküszöm, gyakorold azt a rohadt programozást. Nem hiszem el. És most meg az, hogy beteg. Hát esküszöm, nem hiszem el. Na mindegy, ebben a részben szerettem volna, hogyha meg lenne a baba, de lehet, hogy aztán nem lesz meg. Nem tudom. Meg azon gondolkodtam, hogy hogyan legyen baba, egy baba szoba itt, meg hogy hogyan férne el itt több szim. Mert nem akarom, hát... Azt akarom, hogy itt len legyen a baba szoba is. Úgyhogy nem szeretném, hogy, hogy úgy legyen, hogy tudjátok, ahogy én nem akarom. Úgy akarom, ahogy én akarom. Nagyon értelmesen tudok beszélni, ne arra gudjatok. Practice programming. Léci, azt a kicsit meg tudod csinálni. Köszönöm, végre. Öcsém. És akkor gyakoroljál, amíg gondolod. Oké, Odettnek lesz a meetingje. Mielőtt még lesz a meetingje, vegyünk egy fürdőt. Igen, és miért van a gitár itt középen? Nem tudom, de Odett tud gazolni. Végre valahára. Jó, ezekkel tud valamit csinálni? Semmi, csak azt a kettőt tudta kigazolni. Ezek? Nem. Ezek? Nem. Ez itt? Nem. És a citromfa? Ezt adjuk el. Eladtuk. Jó. De még mindig nem, most már nem gyakorlott. Jó, nem baj. Menjünk el használni a WC-t, aztán menjünk, vegyünk egy szeletet. Várom már, hogy Erik fölnőjön, mert szeretném kiköltöztetni. És neked pedig fel kéne nőnöd. Vagyis a mézet szerintem átrakom Barbiehoz, és csinálunk egy ilyen mézes tortát. Mondom, csinálunk egy mézes tortát Kennek, ugyanis Ken fel fog nőni. Akkor rakunk rá tortát, vagy mi ez? A tortára nem rakunk tortát, nem gyertyát, és felnövesztjük Kent. Annyira nagyon a külsejét se akarom megváltoztatni, mert minek? Yay! Yay! Teljesen jól néz ki így is, egyszerűen csak annyit változott, hogy megváltozott a haja színe. Azt annyi. Semmi más nem változott. Jó, akkor most vehetünk a tortából, take a piece. Nem. Nem ezt. Take a piece. Take a piece. Nem tudom, mit csinálsz. Csinálsz, amit akarsz. Take a piece. Ojaj, Ebikém. Neked nagyon kell vécére menned. Jó. Nem tudom, hogy megnézzük-e, hogy milyen baba fog születni. Nem tudom. Legyen meglepetés, és várjuk meg, amíg megszületik. Legyen meglepetés. Legyen meglepi. Te meg nem tudom megint mit csinálsz, de gyere gyakorolni a programozást. Ops, mi az? Start side job, az nem tudom micsoda. A Istenem, könyörgöm, csinálj már valamit magaddal. Mindjárt rendelek medicint. De van szerintem, nincs. Akkor rendelek neki. Akkor order, medicine.
És most aludjál. Talán jobb lesz. Jobban lesz idővel. Oké, Dominik. Felkelhetnél. Ehetnél egy kicsit. Jaj, mi van a hangommal? Aztán elmehetnénk WC-re. És utána hát szórakoznunk kéne. Úgyhogy esetleg játszhatnánk egy valami játék, amikor mondjuk dolgozni 7 óra múlva. Végülis megvan minden, amit teljesítenünk kellett. Te is felkelhetnél. És tudunk csinálni dolgokat a kertbe, ahogy itt láttam, vagy nem. Nem tudunk csinálni? De akkor te miért tudsz csinálni sokkal több mindent? Ja, mert te valami ügyesebb vagy. Jó. Oké, akkor nem tudunk semmit csinálni a kerttel még mindig. Hát ez van. Nem baj, nem baj, nem baj. Már a harmadik trimesterről vagyunk, bármikor megszülethet a baba. Hát nem hiszem, hogy mostanában fog, hanem majd egy nap múlva. Tehát ilyen következő nap ilyenkor körülbelül szerintem, de nem vagyok benne biztos. Olala! This flood of hormones is causing to feel really flirty. Oké. Okay. Nézzünk a gyerekcsatornát, mert lehet, hogy tök jó lenne, hogyha ikreink lennének. Meglátjuk. Nem tudom. Oké, te most már programozást tanulhatnál. Meg is gyógyult egyébként, nézzétek meg. Mennyi? Be kell venni a gyógyszert, le kell feküdni, aludni, aztán semmi bajod. Oké, egy óra múlva megyünk dolgozni. Igen, és hát éhes egy kicsit, de mindegy. Mindegy, az nem baj. Kicsit zavar, hogy ezek így itt, ez itt van a földön, az meg ott van az út közepén. Mindegy. Igazából annyira nem zavar. Snapdragons. Snapdragont azt el tudjuk adni. Úgyhogy most el is adtuk. Jó, bármi más? Semmi. Hát azon gondolkodok, hogy mi van, hogyha a baba ide fölkerül, és akkor Barbie gondoskodik róla végül is. Kicsit csúnya a dolog, de lehet, hogy jobb lenne. Nem tudom. Nem tudom, mit csináljak. Oké, gyerekek hazajöttek az iskolából. Get leftovers, te pedig te is, get leftovers, és aztán el kéne mennünk fürdeni, és aztán aludni. Neked meg, nem tudom, aludjál, aztán annyi. Jaj, de nagy vagy, úristen, nagyon nagy szegényem. Tényleg nagyon nagy. Ő is nagynak érzi magát. Na, használjuk ezt. Vajon, hogyha ezt... terhesen csak nem fogunk vízipipázni. Dominik mindjárt hazaér. Ó, és nem állítottam benni. Ja, de work hard amúgy is. Jó. Rendben, de mindegy, egész jól teljesít végül is. Nem annyira jól, de... Oké. Akkor, mit kell csinálnunk? Programming the complete. Ez mindig prompt. Ó, module cleaner. Ó, most már module cleanerek vagyunk. Mármint, hogy can module cleaner. Opá, nem te, nem te, nem te, nem te. Te maradsz itt fönn. Dominikat, igen, Dominikat akartam, hogy ő egyen. Babi meglepő dolgokat tud csinálni a konyha közepén. Nem baj. És aztán... WC-re. Bubble bath-et vegyünk, és akkor azzal lehetséges, hogy egy kicsit megy fel a szórakozásunk is. Ó, szülünk! Mi történik? Oh no! Cramps and pain. Nem, biztos, hogy nem, vetélek. Ó, biztos, hogy nem. Ó, nem, ezt velem te nem csinálod. Azt biztos, hogy nem. Aha. Nem.
Amúgy is ezt a modot, ezt az elvetélés modot nem is azért töltöttem le, hogy mindenkinél tudjátok így elvetéljen, meg ilyesmi, hanem ezt egy konkrét, egy kifejezett kihíváshoz töltöttem le. Ó, és egyébként megyünk szülni. Tehát ezt egy konkrét kihíváshoz töltöttem le, nem pedig amúgy. Sandalone. Menjen, Abby. Nem tudom, hogy Dominik menni akar-e. Meg is kéne mennie, nem lenne gond. No, nem tudom még, hogy hogyan fogok választani neveket, mert küldtetek nekem pár nevet, köszönöm szépen. Kislány lett, jó. Akkor most elmegyek gyorsan ide. Megnézem, hogy... tehát elmegyek a randomizálóba, random.org, és megnézem, hogy hány nevet küldtetek, azt most itt meg fogom számolni. 15 nevet küldtetek, úgyhogy 1-től 15-ig generáljunk egy számot, az 5. szám lesz. Az pedig az 1, 2, 3, 4, 5. Jessica! Oké. Okay. Jessica Carson. És csak egy babánk született. Szuper. Jaj. Most akkor neked... barátnak kéne lenned... vele. Ó, és automatikusan ide került. Hát végül is nem baj. Maradhat itt, szerintem. Maradjon itt, úgyis sokat segítenek a szülők, meg minden. Ti meg csináljátok meg a következő babát, légy szíves. Jó. És akkor Barbie ide jön. Megeteti, még szívfész, rock. És megpróbáljuk megpróbálunk már most a barátja lenni. Nem tudom, hogy ez sikerülni fog egy pici babával. Neki még mindig krempingen pénye van. Hát fia, baba az már megvan. Menjünk akkor a kórházba. Nem tudom, hogy hogyan kell a kórház... Go to the hospital. Mert még mindig izéje van. Nagyon érdekes. Rock, talk, make silly face, cuddle, bounce. Nem tudom, hogy tudunk-e lenni, de szerintem tudunk lenni vele. Very energized. Ó, mert ilyen szuper parent módban vagyunk, azt hiszem, hogy valami ilyesmi. Szik. Akkor hagyjad aludni, hogyha alszik. Na mindegy, megszületett az egyik első unokánk. Hogyan veszítette el a babáját, hogyha itt van? Ne csináljuk már, gyerekek! Menjünk el a churchbe. Először fizessük ki a számlákat. Jó. Aztán menjünk el a churchbe, other activities, church, és szeretném, hogyha elmennénk Dominikkal, mert hogy nekünk folytatnunk kell a dolgokat, ugye? Menjünk el. Hát ezek szerint mondhatjuk azt, hogy ikrek lettek volna, de hogy az egyik iker az sajnos eltávozott, Jessica viszont itt maradt. Jó. Rendben. Viszont én most ezt a részt itt most befejezem. Remélem, hogy tetszett nektek, és velem tartotok a következő részben is. Legyen nagyon szép napotok. Sziasztok!